Cegléden folytatódott a Pest megyei és Érd megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamara rendezvénysorozata. A város és a térség vállalkozóit várták az ipartestület székházában a fórumra, ahol megoldási lehetőségeket mutattak be a krízis helyzetben lévő vállalkozások számára. Itt most az energiáról lett szó tulajdonképpen, hogy a vállalkozásokat hogy tudjuk közös gondolkodásban az energiát racionalizálni, hogy kevesebbet fogyasztani, hogy tudjuk túlélni ezt a mostani válsághelyzetet, ugyanis a világban most nem csak Európában, a világban válság van, energiaválság. És ezt dr. Vereckei Zoltánnal, közösen itt meg a vállalkozókkal, hogy ki hogyan tudja csökkenteni a fogyasztását a vállalkozásában. Az energiarendszer kikerülhetetlen költségeleme a vállalkozóknak. Erről már dr. Vereckei Zoltán, a Pest megyei Iparkamara elnöke beszélt. Nem csak a megoldásokról, a jövő várható alakulásáról és a kormány válságkezelő intézkedéseiről is szó esett. Azt gondolom, hogy mind a két ismeretanyag együttesen előre viheti azt a speciális gondolkodást, amiben minden cégvezető ma benne van. A kérdés az, túl fogjuk-e élni ezt a válságot. Én optimista vagyok, túl fogjuk élni a válságot, minden válságot túlélünk, csak a válság idején olyan magatartást kell tanúsítanunk, hogy ez a folyamat, ez le fog zárulni, az abnormalitás világából vissza fogunk kerülni a normalitás világába, és addig minden eszközt kell ismernünk, amivel a túlélést meg lehet szervezni. Az előadást online is követhették az érdeklődők, és feltehették az energiához kapcsolódó kérdéseiket.